A nyár egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor a Besodrom zenekar fellépett a Duna-Bogdányi rendezvénytéren. De ennek az eseménynek is volt egy különleges pillanata, amikor előzenekarként az elsőre kimondhatatlan nevű, tőzsgyökeres Duna-Bogdányinak nevezhető Nippiz Nipplíz zenekar állt a színpadra. A közönség már akkor felkapta a fejét, amikor először csaptak a húrokba. A zenei élményen túl a rejtélyes népválasztásra is megkaptuk a magyarázatot. Teljes mértékben Bogdányi zenekar. Itt kezdtünk el próbálni, innen ismerem a srácokat. Mikor életemben először színpadra álltam, az itt a Duna-Bogdányi gitárestem volt, 18 évesen. Onnan eredeztet, hogy az egész barátság, meg az egész zenekar. Egy nagyon rövid zenekari történet, talán pont 2008-2009 környékéről. Akkor kezdtünk el próbálni egy próbazóna nevű helyen, az volt a Kossuth téren, Budapesten egyébként. És akkor utána mindig egy ilyen szertartás szerűen elmentünk a Bajcsy-Zsilinszky úton egy kocsmába, és jól berúgtunk nyilvánvalóan. De akkor kivételesen a Pozsonyi útra mentünk. És beültünk a Bálinttal egy helyre, és volt egy nagyon-nagyon dekoratív pultos lány, és ugye a nipples az azt jelenti, hogy melbimbo. És a nippies, a nippi egyébként pedig pultos lányt jelent. És a pultos lány melbimbója, szóval egy ilyen teljes őrület az egész. Valószínűleg egy angol se értené meg, de nekünk úgy volt, hogy jól hangzott, csinos volt a lány, nem tudtunk jobbat kitalálni, és akkor megmaradt. 2009-ben alakult szerintem a zenekar, 2008. decemberben próbálkoztunk a Lévai Bálinttal, meg a Őri Bali barátommal összehozni egy zenekart. Így 2009-ben kezdtünk el koncertezni a budapesti klubokban. Nem. Azóta pedig így hol játszunk, hol nem játszunk, alkalmi formáció, abszolút baráti alapon is. Ez a legfontosabb szerintem. Igen, egy blues alapú hard rock, Led Zeppelin, Jimi Hendrix vonalon mozgunk. És a modernebb követőit is, Joe Bonamassa vagy Richie Kotzen, ezek a nagy hatásaik. Legalábbis nekem, aztán, hogy a Balinak is. Talán azt lehet mondani, hogy Lackó jön a keményebb vonalról, én meg kicsit a bluesosabb vonalról, és ezt próbáljuk ötvezni igazából. Ezeket kevergetjük. A rossz nyelvek szerint Duna-Bogdányban legalább 50 zenekar működik. Ha ennek csak a tizede igaz, akkor is szép szám. És a Nippiz Nipplíz feltétlenül szót érdemel. Az interneten elérhető felvételeik az együttes szerény nyilatkozata ellenére érettségről, zenei tudásról és jó ízlésről tanúskodnak. Elkészült egy 5 évvel ezelőtt egy lemezünk, és én most a télen a pandémia alatt, amikor szintén Duna-Bogdányba töltöttem az egész covidos időszakot, akkor azért egy termékeny időszakot tudhatok magam mögött. 10-15 számot összeraktam, abból egyet eljátszottunk most. Reméljük, hogy be tudjuk fejezni, és szerzői kiadásban meg tudjuk jelentetni. Én nagyon szeretném, mert nem világsztárok akarunk lenni, csak hogy maradjon meg az utókon. Nyilván az ismert feldolgozások azok hálásabbak tudnak lenni, főleg egy olyan közegben, aki nem ismeri a zenekart. De hát ilyen a művészetet. Kétfajta zenekar létezik, aki a közönségnek akar megfelelni, aki alkotni szeretne. Szerintem valahol a kettő között van a dolog, és ezen a határon próbálunk mozogni. Régebben kacérkodtam a gondolattal, hogy professzionális zenészként is lehetne tevékenykedni. Az élet mást hozott, a zene szeretete megmaradt. Igazából azt szokták mondani, hogy az a profi zenész, aki ebből él, és a mögötte lévő tudás, meg alázat, az egy másik dolog. Remélem az. Nálam, amennyire tudok, annyira próbálok profi lenni. Volt arról szó, hogy ebből esetleg zenépályát csinálni. Én klasszikus zene irányon indultam. De hát azért azt gondoltam, hogy ez nekem inkább egy hobbi marad. Tehát én úgy voltam vele, hogy ebbe bele tudom önteni a szívem, lelkem, de a tudásom azt inkább máshol használnám ki. Tehát, hogy én tovább tanultam más irányba, de a zenét mai napig is minden nap előveszem, és minden nap szeretem csinálni, úgyhogy egyelőre így ebben a baráti körben maradt meg.